Szatka polgári mozgalma továbbra is ellenzéki pozícióba fog maradni Szabadkán. Ha megnézzük, talán mi maradtunk az egyedüli polgárok csoportja, amely tartományi szinten, vajdasági szinten tanácsnoki csoporttal tud rendelkezni valamelyik városi képviselőtestületbe. Egyszerűen eltűnt majdnem teljesen az ellenzék, a polgárok csoportjai mindenhol eltűntek a politikai szintéről, és azt gondolom, hogy ha ezt nézzük, akkor valójában még jó eredményt is értünk el, hogy minket ez a cunami, ami ez a választási cunami, ami lemosta teljes egészében az ellenzéket a politikai szintéről, ez valójában minket ebben konkrét esetben valamilyen szinten megkérdezik. Mégis volt egy komolyabb támogatottságunk a választórétegben, nem használtuk ezeket az eszközöket, amelyekkel a hatalmi pártok éltek, messze nem volt annyi pénzeszközünk a rendelkezésre a kampányra, és mégis túlöltük valójában ezt a választási ciklust.